testi sértésért volt a férje, vagy hát már akkor volt férje beperelve, amit ő nem is tagadott, csak annak a mértékét tagadta, és akkor azt mondta a bíró, hogy hát ez kinek jó, hogy ez ennyire elfajult ez az ügy, hát menjenek ki a folyosóra, most kapnak 10 percet, és béküljenek ki inkább, és akkor ezt az egész ügyet zárjuk le. És hát az is egyébként végül a magának az elkövetőnek, a férnek kedvezett, mert ő mondta, hogy hát természetesen, hát ő nagyon szívesen, és ő is azt gondolja, hogy itt meg kéne inkább állapodni. És hát a nő mondta, hogy de hát ő már annyiszor kibékült vele, és annyiszor nem változott semmi, hogy ő egyszerűen nem bízik ebben. És itt is látszik, hogy mennyire nem értenek egy párkapcsolati erőszaknak a természetrajzához, hogy igen, ott vannak olyan szakaszok, amikor mindent megígér, vannak olyan szakaszok, amikor a csillagokat is lehozza az égről, és aztán akár még előfordulhat az is, hogy egy darabig ezt tartja is, de az erőszak újra és újra ciklikusan feléled egy ilyen kapcsolatban. És mivel ennek a nőnek volt erről egy tapasztalata már, ő azt mondta, hogy hát ő nem akar kibékülni. És hát ugye itt is az, hogyha mondjuk az utcán megtámadna engem valaki, és megverne, akkor senki nem gondolná azt, hogy ki kéne mennem vele a folyosóra, és akkor, ha kibékülünk, akkor majd visszavonom a feljelentésemet. Vagy. Ha valaki egy bántalmazott nő, akinek így végül eljut az esete, vagy az ügye a bíróság elé, és vagy a polgári perben a váláskor van erről szó, vagy gyermekelhelyezéskor, akkor mindenért ő is a felelős, minden rá van terhelve. Onnantól kezdve, hogy eleve a legtöbb ehhez kapcsolódó bűncselekmény magánindítványos, neki kell feljelentést tennie, neki kell távoltartást kérnie, neki kell, őt fenyegetik, hogy elveszik, kiemelik a családból a gyerekeit, hogyha a gyerekeket, hogyha nem tudja leállítani a bántalmazást. Tehát senki nem kérdezi meg, hogy a bántalmazó mit csinál és miért csinálja, hanem ez onnantól az ő felelőssége. Gyermekabuzálás volt az ügy, de az anya tanúként volt kihallgatva, és nyilvánvaló volt, hogy volt. Fizikai erőszak rendszeresen bántalmazta az anyát, és ott annyit kérdezett a bírónő, hogy amikor ezek a bántalmazások történtek, akkor a szexuális együttlétek ritkultak-e, hogy ezek után esetleg nem történt meg este már az, amit a férje akart, és akkor erre mondta a feleség, hogy hát ő ezt így nem figyelte meg, ő nem tudja, ő mindig így megpróbált az egészen így túl lenni, ami egyébként ugye önmagában szexuális erőszakot jelent, és akkor ezen így tovább ment a bírónő, ezzel nem foglalkozott, hanem így akkor azt kérdezte tőle, mert hogy csak azért kérdezi ő, hogy nem lehetséges-e, hogy azért fordult a 9 éves kislányukhoz az apa, mert hogy ugye szexuálisan nem volt kielégítve. Hát önmagában azzal, hogy ugye neki az a feladat, hogy lépjen ki a kapcsolatból, hiszen akkor azzal fenyegetik, hogy védelembe fogják venni a gyerekeket, lépjen ki ebből a kapcsolatból, de ha kilépett, akkor viszont az ő felelősség, hogy minden működjön normálisan, hogy jól meg tudja beszélni a dolgokat, a bántalmazóval, aki esetenként súlyosan bántalmazta, vagy folyik közben a büntetőper, de erről nem vesznek tudomást. A polgári ügyszakos bírók, ahogy folyik a válás, a gyermekelhelyezés, és kérdések merülnek fel, akkor ők ugyan tudják, hogy van egy büntetőeljárás is, ami párhuzamosan fut, vagy már le is zárult, de ez nem tartozik oda. Volt, hogy közölte is a bíró, hogy most akkor a 2014-es eseményekről ne beszéljünk, és biztosította a bántalmazót, hogy arról hogy most nem lesz szó. Voltak ilyen esetek, amikor egy apa, ilyen eljárási zaklató tipikus esete, állandóan a rendőrséget hívta mindenért, minden láthatása valamit ő kihívta a rendőrséget, és akkor is ezt egyértelműen ő csinálta, egyedül ő csinálta, ez az ő döntése és viselkedése volt, de mégis a nőt megfenyegették az, hogy ha nem tudnak együttműködni, ha így veszélyeztetik a gyerekeket, akkor ki fogják emelni a gyerekeket a családból. Igyekszünk ezeknek a hasznos kifogásoknak az okát megkeresni, hogy ezek miért fordulnak elő egyáltalán, és a bírák figyelmét erre felhívni. Nagyobb figyelemmel és értőbben kell nyilvánvalóan ennek a jelentésnek a nyomán, szerintem ez a legnagyobb hozadéka, hogy értőbben kell fordulni a gyermekekkel kapcsolatos erőszak és a családon belüli erőszak áldozatai felé. Tehát valószínűleg, akik ezt értékelték, nagyobb együttérzést vagy beleérzést vártak a bíróktól,
de azért arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez nem büntető, hanem ez egy polgári eljárás. Itt két egyenrangú fél van, a felperes és az alperes, ők házastársak. Tehát ez nem a büntető eljárás, ahol más pozíciók vannak egy eljárásban. És nem véletlenül van a tárgyalóterem úgy berendezve, hogy a bíró középen ül, és jobbra ül a felperes, balra meg az alperes. Bármi zsazik ebben a tárgyalóteremben, ez a bírói szék középen kell, hogy maradjon. Nagyon gyakori egyébként, hogy nem rögzítik, vagy nem pontosan rögzítik az áldozatoknak a vallomását, ami egyértelműen a bántalmazók előnyére. Az a tárgyalás, amin én voltam, azon is az történt, hogy az a verzió, amit rögzített, illetve visszaolvasott a bíró, az egy teljesen átírt, rövidített és hiányos verziója volt annak, amit a nő elmondott, és jellemzően azt hagyta ki belőle, amit a férfi csinált. Tehát az összes olyan részt, amely arról szólt, hogy ijesztegette a gyerekeket, hogy telefonon zaklatta a nőt, ezek kimaradtak. És ez nagyon jellemző volt az összes tárgyalásra, ahol azt láttuk, hogy a bírő attitűd nem megfelelő. Jegyzőkönyv szó szerinti rögzítésére sem a BN, sem a PP nem ad lehetőséget. A bíró rendelheti el időnként azt, hogyha egy-egy mondat vagy egy-egy kijelentés abban a szövegkörnyezetben egy speciális fontossággal bír, akkor azt a részt szó szerint kell jegyzőkönyvezni. A soha semmilyen eljárási rend nem írja elő, hogy szó szerinti jegyzőkönyvezést kellene folytatnunk, amit a monitorozók itt kifogásoltak. Tulajdonképpen ez volt a legpozitívabb tapasztalatom, egy bíróról beszélek, aki amikor az anya kihallgatása volt, akkor megkérdezte, hogy és őt bántalmazta, és amikor az anya azt mondta, hogy nem, akkor tovább ment, mivel hogy ez nyilvánvaló, hogy ez a kérdés fizikai bántalmazásra vonatkozik, és tovább ment, és megkérdezte, hogy beosztott-e a pénzét, beosztott-e az idejét, volt-e olyan, hogy el kellett számolni azzal, hogy mikor, hol volt. Úgy volt olyan, hogy gazdaságilag kiszolgáltatottnak érezte magát, tehát feltett olyan kérdéseket, amik mind arra utalnak, hogy tisztában volt azzal, hogy milyen párkapcsolati erőszak természetrajz, és milyen járulékos elemei vannak még egyébként, ha nincs is fizikai erőszak, vagy a fizikai erőszak mellett. A polgári eljárásnak a legalapvetőbb és a legérzékenyebb része megítélésem szerint az első személyes meghallgatás. És ott a bíró már észleli ezeket a jeleket, és rá tud kérdezni, hogy ez az erőszak gazdasági, vagy izolálja például mindenkitől. Ezek a legtipikusabbak, hogy gazdaságilag teszi lehetetlenné a házastársát, és be van jelentve mondjuk a férfi családi vállalkozásával, akkor onnan kijelenti, nincs fizetése, elveszi az autóját, nincs bankszámlája. Tehát egyszerűen gazdaságilag teljesen ellehetetleníti, ez egy gazdasági erőszak. Tehát ez nyilvánvalóan ilyen esetben a bíró lép, és akkor ideiglenes intézkedést hoz, és rákérdez ezekre az okokra, amikkel kapcsolatosan a személyes meghallgatás során fény derült.